és itt áll mellettem ugye műsorvezetőnk Bayer Zsolt is, aki viszont az élén van a menetnek, szia Zsolt, hogy nem tudom, muszáj megkérdezni, számítottál ekkora támogatottságra, ennyi embere és ekkora tömegre? Kicsit úgy vagyok, mint az első békemenet idején, akkor a Bencsik Andrissal azt mondtuk magunknak, hogy ha 8-10 ezeren összejönnek, már nagyon nagyot csináltunk. Hát körbenéztük a fejünket, és nem hittük el. Én most őszintén szóval nem tudom, hogy azt se tudom, hol a vége, hol az eleje, semmit nem tudok, de hogy nagyon sokan vagyunk, az biztos. Milyen érzések sugároznak itt felétek? Mert itt, ahogy sétálunk, én is el tudom mondani, de azt látom, hogy nagyon komoly támogatottsága van itt az egésznek, az emberektől, nem csak azoktól, akik konkrétan a békemenetre jöttek, hanem csak akik itt vannak és erre járt. Igen, ugye most már harmadik hete minden este valahol egy kampányrendezvényen veszek részt, és ugyanazt érzem most is, mint ezeken a rendezvényeken, hogy a mieink elképesztően elszántak, nagyon lelkesek, és érzik ennek az egész dolognak a tétjét. Úgyhogy szerintem úgy lélektanilag úgy rendben van ez a tömeg. Mi hívja el az embereket ide a békemenetre, azon kívül, hogy a Cöv-Cöka is, ugye meg még sok támogató szervezet felszólította az embereket, hogy vegyenek részt rajta, mert hogy ez fontos. De szerinted mi az a belső motiváció, vagy mi az az indok, ami most két héttel a választások előtt azt mondja akár egy határon túli magyarnak, vagy akár a határmenti térségekből, vagy bárhonnan Magyarországról, hogy igen, el kell jönni, és részt kell vennem a békemenetre. Szerintem ez a tömeg érzi ennek a választásnak a tétjét. És ennek a választásnak van talán a legnagyobb tétje az összes eddigi választás közül, és szerintem leginkább ezért vannak itt. A békemenetnek van egy 10 éves hagyomány. Nyilván, hogy tényleg ez már egy ilyen modernül azt kéne mondani, ez már egy bejáratott brand, és erre úgy szoktak jönni az emberek, de most hangulatában is, elszántságában is más a helyzet. Még egyszer mondom, érzik a tétet, és ez fontos.